A magyarországi horvátság hazánk egyik legszínesebb, legösszetettebb kisebbségi közössége. Azonban az egyedi eltérések, a nyelvi, néprajzi sajátosságok ellenére a horvát népcsoportokat is összekötik egymással a legfontosabb hagyományok, alapvető kulturális jellemzőik és a római katolikus egyházhoz való tartozásuk. A 10 évente esedékes népszámlálás, nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdései azért különösen fontosak, mert a válaszok képezik a jogalapját a kisebbségi önkormányzatok megalakításának, a nemzetiségi nyelvhasználatnak, valamint nagymértékben segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját. Azt gondolom, hogy ez számunkra egy erkölcsileg és gyakorlatban is nagyon fontos, hogy minél többen horvátnak vallják magukat. Egyfelől ugye őseink évszázadok óta jöttek ezekre a területekre, és megőrizték és megőriztük hagyományainkat, a nyelvünket, kultúránkat, és szerintem őfeléjük is ez egy gesztus, egy jele annak, hogy ez nekünk fontos továbbra is, és ezt féleképpen ki tudjuk fejezni. De a gyakorlatban is fontos, hiszen a törvények szerint azon a településen, ahol nincs legalább 25 nem vallják magukat horvátnak, ott nem lehet kiírni például a nemzetiségi választásokat, tehát ott nem lehet horvát önkormányzatot alakítani. De hát van nyilván gyakorlati haszna is, tehát egy nemzetiségnek az ereje, presztízse az abban is megmutatkozik, hogy hányan voltak magukat horvátnak, illetve a nemzetiség képviselőinek. Azt gondolom, hogy ezért is fontos, hogy azért dolgoztunk az utóbbi jó néhány hónapban elég sokat azért, hogy az embereket fölhívjuk a figyelmüket erre. Különböző módon fórumokat tartottunk, reklámanyagokat készítünk, megpróbáltuk a fiatalokat különböző Facebookon, YouTube-on és ilyen modernebb eszközöken is megkeresni. Remélem, hogy lesz eredménye a munkánknak. Hát volt sok olyan tapasztalat, ami azt mutatta, hogy talán a számok, amiket végén kijöttek, nem biztos, hogy reálisak. Mi azt gondoljuk, hogy azért többen voltunk akkor is, hiszen akkor nem volt lehetőség régebben arra, hogy egy saját magunk kitöltsük, ugye ezt most az utolsó népszámláláson már volt erre lehetőség, és azt szerint is azért is most is arra buzítottak az embereket, hogy ők saját maguk töltsék ki, ne várják meg a biztosokat, de azt gondolom, hogy azzal, hogy például gyakorlatilag átkerültek ezek a kérdések a nemzetiséget illetően a közepére, ezért nem lehet tovább menni anélkül, hogy valamit oda beírjunk, tehát szerintem ez egy segítség. Mondom is, illetve az, hogy saját maguk is kitölthetik, és azt gondolom, hogy ebbe ez jó lehet. Ami nehézséget okoz az, hogy a kisebb településeken, ugye ott nem probléma, mindenki ismeri a másikat, de a nagyobb városokban bizony nem mindig tudjuk, hogy hol jönnek esetleg azok a horvátok, a kicsit passzívabbak, és őket megszólítani, megtalálni nem egyszerű. Az országos horvát önkormányzat 1995-ben alakult. Kiemelt figyelmet fordít a horvát nyelvű oktatás fejlesztésére, ami a magyarországi horvátság fennmaradásának záloga. Legfontosabb eredménynek a kulturális autonómia megerősítését szolgáló intézmények alapítását és sikeres működtetését tartja. Mivel a magyarországi horvátok elsősorban a határmenti területeken élnek, önkormányzataik és szervezeteik bekapcsolódtak a regionális és a határon átnyúló kulturális, gazdasági, sport és egyéb programokba. Hát egy ilyen nagyon intenzív év volt ez is, most hál' Istennek a pandémia, azt túléltük, de az idén voltak választások, parlamenti választások, hát arra is fel kellett készülni, hiszen az országos önkormányzat is listát állított, és nekünk van képviselőnk ugye a parlamentben szószólói minőségben. Aztán itt van a népszámlálás, ugye ez nyilván ez meghatározta ezt az évet, de vannak futó projektjeink, amiket szeretnénk befejezni, ha nem is az idén, de talán jövő nyárig. Itt elindítottunk egy Collegium Croaticum nevű szakkollégiumot, amit Budapest és pécsi telephelyel, ahol horvát fiataloknak biztosítunk lehetőséget arra,
hogy megéljék, jobban megéljék a horvát anyanyelvüket, kultúrájukat. Abba bízunk, hogy a jövő horvát értelmiség kerülhet ki ebből a szakkollégiumból. Ezt elindítottuk szeptembertől. A pécsi telephelyet azt most újítjuk föl, és remélem, hogy jövő szeptembertől itt is el tud indulni. A Herceg Szántón adtuk át szeptemberben az új iskola a részét, tulajdonképpen egy új épületet az oktatási központban. A budapesti székhelyet is éppen felújítás alatt van. Felső-Szentmártonban van egy kulturális és szabadidő és sportközpontunk, annak egy szintén a felújítása van folyamatban, úgyhogy van elég sok minden a napi teendők mellett is, úgyhogy intenzív időkben vagyunk most is. A népszavazási kérdőíveket október 16-áig lehet az interneten kitölteni. Ezután számláló biztosok keresik fel azokat a háztartásokat, melyekből nem érkezett be online a kérdőív.